Honvédelmi elöljárók és nevelők, Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Szabó Tünde országgyűlési képviselő fogadta Novák Katalint kedd délelőtt Nyíregyházán. Magyarország köztársasági elnöke a Miketz Kálmán Honvédelmi Kollégiumban tett látogatást. Az államfő az intézményben megismerkedett a kadétokkal. Novák Katalin ezt követően pedig a Nyíregyházi Egyetem sportpályáján megtartott katonai testnevelés órán láthatta, milyen nevelésben részesülnek a kollégiumban lakó középiskolások. Ez pedig már a nyírbátori Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola udvara. Az intézmény területén több százan öltöztek kékbe az autizmus világnapjára emlékeztetve. Ezen az eseményen is részt vett Novák Katalin, akinek vezetésével indulhatott el az a séta, amely a betegségben élőkre hívja fel a figyelmet. A Csillagfényes Éltes Alapítvány első alkalommal szervezte meg az eseményt, amelyet szeretnének hagyománnyá formálni a következő években, évtizedekben. Intézményünkben 200 tanuló tanul. Április 2-a az autizmussal élők világnapja, és mi szerettünk volna erre az alkalomra egy olyan rendezvényt összeállítani az intézményünkbe, ahol meghívjuk a város egyéb iskoláiban tanuló gyermekeket, pedagógusokat, dolgozókat, civil szervezeteket, az egyházak képviselőit, mert szeretnénk, hogyha az autizmussal élőket minél jobban megismernék, elfogadnák és segítenék. Igazából a mai rendezvényünknek is ez volt a célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük az autizmussal élőket a hétköznapi emberekkel. Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, nagy megtiszteltetés érte a szervezőket azzal, hogy Novák Katalin köztársasági elnök is tiszteletét tette az első kék gyalogláson. A politikus úgy véli, a látogatás nagy segítséget jelent az autizmusban élőknek és a velük foglalkozóknak egyaránt. A Csillagfényes Éltes Alapítvány egy nagyszerű rendezvény ötletével állt elő ezelőtt néhány héttel, és a lényeg az, hogy az autista világnap alkalmából egy sétát szervezzünk a kerékpár úton a 471-es mellett, és ezt az alapítvány felkarolta ezen kezdeményezést, és nagy megtiszteltetés ért bennünket, a térségünket azáltal, hogy Novák Katalin elnök asszony elfogadta a meghívást. Novák Katalin látogatása csütörtökig tart Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nagy Károlyi szobor avatásáról, valamint egyéb programjairól folyamatosan beszámolunk a Kölcsei Televízió híradójában.